Az előbb meséltem Zsoltnak, hogy most lett vége egy bizottsági ülésnek, ami arra mutat rá, hogy tényleg szükséges a szemléletformálás, hiszen talán tudják, hogy az egész mobilitási hét ugye már elkezdődött tegnap előtt, ha jól emlékszem, és majdnem egy hétig tart, amire úgy készültünk, itt az Ökováros Alapítvány kollégái, a VeloSofist csapat, hogy egész héten a sétáló utcában autós közlekedés ne legyen. Hangsúlyozom, a sétáló utcában autós közlekedés. Ez egyébként dönten az áruszállítás, ami autós közlekedésként jelenik meg. Aki pécsi, az láthatja, hogy nem csak 7-től 10-ig, amikor engedélyezve van ez a behajtás, hanem sokszor 10 után. Nekem fényképem is van arról, hogy még 1 órakor is hoznak be árut a Király utcába, amit egyébként meg lehetne oldani máshogy. 3 hónapos előkészítése volt ennek a programnak, a mobilitási hétnek. Ez alatt minden vállalkozót gyakorlatilag megkerestünk, hogy megtudjuk, hogy működik-e ez a dolog, vállalják-e, nem. Ők közöttük is azért mondjuk ki megosztottság volt, hogy volt, aki azt mondta, hogy szívesen, de valamilyen megoldást találjunk például a jövedéki termékekre, és voltak, akik elzárkóztak ettől teljesen. Ezen a bizottsági ülésen egyébként ott voltak a képviselők is 5-en, de én úgy tudom, hogy minden képviselő kapott meghívást, és ezek ellenére egy sincs itt, sajnos. Ez azt mutatja, hogy ezzel a gondolkodással, amivel az itt ülők rendelkeznek, még többször kell megkeresni a döntéshozókat, még inkább jelen kell lenni a mindennapi életben, hogy az emberek számára fontossá váljon, hogy ne csak szakmai körökben, meg egymásnak mondjuk el a tapasztalatainkat, hanem minél többen hallhassák. Ennek érdekében egyébként ehhez a programhoz több rész csatlakozik még. Egy kiállítás van a Király utcában, amit szintén az alapítványosok szerveztek fura bicajokból. Kargós szállítás van, biciklis kargós szállítás van a Király utcában. Lesz egy biciklimutáns fölvonulás szombaton. Ehhez egyébként mindenkit várunk szeretettel, aki sportolva is szeret demonstrálni és szemléletet formálni. És még számos programja lesz ennek a hétnek. Én azzal szeretném ezt a rövid megnyitót zárni, hogy azt remélem, hogy azért ez a mai beszélgetés nagyon hasznos lesz, hiszen nyilván egymásnak is tudunk még mit mondani. És Zsolt engedélyével becsempésztünk még egy dolgot ebbe a mai programba, utólagos engedélyeddel köszönöm, hogy hozzájárultál, de ezt el kell, hogy mondjam, hogy miután kaptunk egy olyan biciklit is itt a kiállításon, amit helyben élő vállalkozó kollega állított elő, és egy ilyen különleges bicikli, ezért majd valahova a program során ennek a gyakorlati bemutatását ezt megtennénk, hogy tényleg ne csak elméleti ügyekben tudjunk ma tárgyalni, hanem gazdagodjunk egy ilyen nagyon fontos kis találmánnyal, ami hasznos lesz a jövőben. Még egyszer köszönöm, hogy eljöttek, és hasznos tanácskozást kívánok mindenkinek.